A Fazekas Tájház az Erkel Ferenc utca 1 szám alatt 905 négyzetméter nagyságú telek nyugati oldalának hosszanti tengelyében helyezkedik el. Aki még nem járt itt, érdemes ellátogatnia. A ház az Erkel Ferenc utca egy szám alatti 905 négyzetméter nagyságú telek nyugati oldalának hosszanti tengelyében helyezkedik el. Az épületet a Karcag városára jellemző úgynevezett Karcagi Kapunk közelíthetjük meg, amely a hagyományos faragott kapubelványok emlékét őrizte meg. A ház a Karcagon a 18. században kialakult nagy gazda, Redemptus házak emlékét idézi. A nagyméretű portán álló oszlopos, tornácos épület jelenleg hat helységből áll. A múzeum céljait szolgáló lakóháza 19. században épült, feltehetően az 1830-as évek körül, esetleg nem sokkal utána. Az egykori lakóház helységeinek korábbi beosztása a szoba, a pitar, azaz a konyha, a szoba és a kamra volt. Ez az elrendezés a viszonylag módosabb és igényesebb elrendezésre utal a tulajdonos vagyonosodása látható jeleként. A 19. században épült lakóházon az évek során több változtatást hajtottak végre. Ilyen átalakítás során az utcai szoba előtt az eredetileg a bejárati homlokzaton, a kamráig végig futó lefalaszták. A belső térben a pitarban található szabad kéményt szintén a kor ízlésvilágának megfelelően átalakították, de emellett meghagyták a szobai bogja kemencék kívülről fűthetőségét. Az épület közel egy évszázadon át a módos gazdacsalád életteréül szolgált, amelyet 1982-ben a Szolnok megyei tanács VB művelődésügyi osztálya vásárolta meg kiállítási célokra. Az akkori Népi Iparművészeti Tanács itt kívánta elhelyezni és bemutatni az általa összegyűjtött kerámiákat, cserépedényeket, amelyeket a világhírű Kossuth Díjas fazekasmestertől gyűjtöttek. A fazekasmester munkásságát bemutató állandó kiállítás 1982. novemberében nyílt meg az egykori Sántaféleházban, amely azóta is folyamatosan megtekinthető, tájékoztatta televíziónkat dr. Nagy Molnár Miklós.